Egy évvel ezelőtt a szüreti napokon az első világháború idejét idéző kiskörösi képekből és dokumentumokból nyílt kiállítás a közúti szakgyűjteményben. Majd nem sokkal ezután ünnepélyes keretek között mutatták be a kor történetét feldolgozó képeskönyvet, mely Turán István történész kutatásainak és az Egyesület gyűjtő munkájának eredménye. A város lakóinak figyelmét sikerült is felkelteni a jelek szerint, hiszen azóta jelentősen nőtt a digitális archívumba felvett relikviák száma. Az elmúlt hónapok során több tucat kiskörösi lakoshoz látogattak el a munkatársaink, akik ilyen személyes riportot készítettek, általában idősekkel, mire emlékeznek még különböző kategóriákban, és nagyon sok fénykép került így elő a fiókból is, és ebből látszik, hogy valószínűleg még nagyon nagy mennyiségű olyan értékes dokumentum lehet még a lakosoknál, amelyek érdemesek arra, hogy ezt eltároljuk az utókornak, és hát ezzel a kiállítással is reményeink szerint kedvet adunk majd a lakosoknak ahhoz, hogy ezeket összegyűjtsék, és csak a lemásolás idejére eljuttassák az Egyesületnek a munkatársaihoz. A sok ezer fotó, képes lap, dokumentum mind-mind azt szolgálja, hogy jobban megismerjük városunk históriáját, mely bizony még a történész számára is tartogat meglepetéseket. Az első világháború utáni zavaros másfél év, például a 18-19-es időszak, 19 nyarán, ugye kiskörös részt vett az úgynevezett Duna melléki ellenforradalmi parasztlázadásban, ami ugye egy spontán szerveződött, de rendkívül határozott fellépése volt a vidéknek a kommunista tanácskormány ellen, és három halálos áldozattal is járt, három vértanunk is van, akiknek végül is csak 28-ban sikerült emlékművet állítani az evangélikus temetőben. Na most ennek az emlékműnek a története is egy külön sztori, igen. Ma nyilván a bulvárlapok lecsapnának rá, szóval nem egyszerű. Ez az időszak rendkívül színes, és mint mondtam, rendkívül összetett. A most kiállításra kerülő 32 darab egyenként 3 négyzetméteres tablón, mintegy 750 fotó, képeslap segítségével tekinthetünk be a 20. századi kiskörös történetébe. Végigkövethetjük a városközpont fejlődését, az oktatási intézmények, a fürdő, a vasútállomás és az áruház változásait is. Bepillanthatunk egy-egy utcába, és képet kapunk arról is, milyen volt a mezőgazdaságban dolgozók vagy az iparosok élete. A szabadtéri óriás tabló kiállítás hivatalos megnyitója november 14-én szombaton 17 órakor lesz a Művelődési Ház előtt felállított rendezvénysátorban.